Egy James Wedmore nevű fantasztikus úriembernek köszönhetem a sztorit, amit tőle tanultam. Ő azt mondta, hogy miután meglettek ezek a céges értékeik, egyszer csak az egyik héten azt vette észre egy munkatársa, valami fantasztikus módon teljesített, és azt mondta, hogy ő szeretné honorálni, vagy kiemelni azt a fajta az attitűdöt, hozzáállást, amit az a kollega a héten csinált. És ennyi volt a sztori. Felébredtem hajnal 3-kor, zsongott az elmém, és azon gondolkoztam, hogy én is szeretném bevezetni azt a díjazást, nevezük így, hogy ki az adott héten, tehát 7-7 munkanapról beszélünk, az adott hét bajnoka, aki önzetlenül bemutatta, működtette valamelyik értékünket. És ennek valamilyen fizikai formáját gondoltam, hogy találok, érte? Tehát valami fizikai formát, amit egy héten át ott lehet az asztalán. És azon gondolkoztam, hogy mi lehet ez mi nálunk. És azon gondolkoztam, hogy ugye én sokszor szoktam mondani, hogy amikor Amerikába járok, ez nekem a Star Wars földje. Amikor otthon vagyok Magyarországon, sajnos ez a Frédi Bénékő korszaki szaki. Amikor elmegyek Amerikába, akkor hozom haza azt a tudást, azt a gondolkodásmódot, amivel akarom a saját csapatomat is benneteket tanítani, fejleszteni. Hogy igenis működnek ezek a vállalkozói technikák, módszertanok és járások Magyarországon is. Éppen ezért én csak vettem egy marha nagy amerikai zászlót ott az irodánkba, a tárgyalóba. Nem azért, mert óriás Amerika fan vagyok, hanem csak mutatni, hogy aki hozzánk belép kollega, Welcome to United States of America. Tehát itt Amerikában vagyunk. Így gondolkozunk, így élünk. Ebben a vállalkozói észjárásban, gondolkodásmódban. És jött az ötlet, hogy akkor hogyan tudnék valami olyan kis szimbólumot találni, ami erre utal. Tehát vagy Amerikához kötődik, és mondom, szuper, hát itt vagyok Durangóban egy western cowboy város, akkor mi lenne, hogyha én keresnék mondjuk valamilyen Jedit? Ugye Star Wars figura. Kérlek egy Jedit. Gondoltam magam, hogy végigmegyek a főutcán, bemegyek egyik shopból a másikba, és keresek egy western Jedit, érted? Hát mit nem, hogy nézzen ki Jedi, és mégis valahogy a környezetből. Másnap reggel nagy frissében nekiindultam be az egyik boltba. Hát találtam rénszarvas, találtam farkas, találtam grizzly medlét, ilyen kitömve, amit akarsz, érted? Egy Jedi nem volt. Egyetlen egy helyen találtam egy pólót, amin az összes Star Wars figura le volt cserélve préri farkasra, farkasra, rénszarvasra, mit mondom, ezt felejtős. És akkor mentem, csak találtam egy bagyot, ami még a leginkább a Jodára hasonlít. Mondom, ez is gáz, érted? Tehát ez így gáz. És vizsgáltam magamban, hogy majd az első kollégának én fogom átadni, és utána James azt tanította, hogy az a nála a gyakorlat, hogy minden hétfőn a díjazott, az öveti díjazott jelöli meg, hogy ki lesz a következő heti díjazott. És ez szépen így megy, tehát utána a kollégák adják egymásnak. Baromi belső kultúrát kialakítva. És ott a magam, mint az Oscar díj átadásnál tudjátok, hogy Oscar goes to, ismeritek ez az angol kifejezés, hogy akkor mondtam, Jedi goes to. Hát gondoltam magamban, már rögtön Jedi-be vagyunk benne. Az Istennek nem találtam sehol semmi Jedi, Star Wars, Yoda-t akartok egész Durangóba. És végül, ami a legszimpatikusabb volt, az nem más, mint egy fekete medve. Tehát egy ekkora fekete medve, és elneveztem Jedinek kész. Tehát ennyi, ezért? Majd képeket küldünk róla nektek, és tegnap kérlek szépen a heti meetingen bevezettem a sztorit, ezt egy nagy röhögés volt minden. Szintén Jedi tök tündéri, tehát gondolom fekete plüss maci, érted, tök jó, de ő Jedi. És elmondom, hogy hogy történt az első kiértékelés. Akkor elmentem Durangóba, egyszer csak az egyik kollégámtól érkezik a Monday-ba, a Project Management szoftverünkbe egy bejegyzés nekem, hogy Attila, nagy gáz van, átküldtél nekem egy feladatot, ami valahogy bekerült a levélszemétládámba, amit valahogy nem néztem most egy héten, 10 napon keresztül. Ez egy utalandó volt, egy pénzügyi teljesítés volt, amit számlát kaptunk. Nagyon-nagyon sajnálom ennél, és azonnal betettem az utalásba. Mondom, semmi gond, köszönöm, hogy szóltál. Mi volt ez? Elszámoltatható, figyeled? Tehát ő jelezte magától. Oké. Nem, semmi gond, tedd be az utalásba, és utalni fogom. Mire én utaltam, tehát eltelt egy pár óra, jön egy következő bejegyzés, felhívtam azt az adott partnert, és azt mondta, hogy nyugi, semmi baj, mert 30 nap a fizetési határidő, tehát benne vagyunk. Azaz, extra mérföld. Értitek? És az volt hétfő kedden, és csütörtökön hallottam James-től azért, hogy egy ilyet megjutalmazott. Mondom, akkor ez lesz az első jutalom. Így igazából a Jedi, tehát a Jedi ment kérlek szépen Dori kolléganőnek, aki abszolút kiemelkedő teljesítményt és attitűdöt mutatott, úgyhogy ez belőle egy speciálisom, tehát a személyiségéből, értitek? Ezek vagy megvan benned,
vagy ha akarod, akkor megtanulhatod. Én kívülről, mint cégvezető, vállalkozó, nem tudlak téged arra motiválni, hogy megtanuld. Tehát én kívülről nem, vagy belőled jön, vagy pedig nem lesz sose ott benned. És olyan munkatársakkal akarok együtt élni, gondolkozni, akik ezt a 7 értékrendet, attitűdöt, amely nekünk fontos, működtetik. És ezért vezettük be ezt a hét bajnokát, aki az értékeink szerint működik, és szépen-szépen hétről hétre fogják egymásnak a kollégák adni. Innentől az övék. Én kijelöltem az elsőt, Dóri adja át jövő hétfőn, és aztán szépen megy tovább. Oké, tetszett? Igen. Na, tetszett? Ha akarsz még további ilyen tippeket, trükköket, akkor nincs más dolgom, mint gyere, regisztrálj most azonnal a pia.hu/webinár linken, hogy ott legyél egy egyszer megtartott, nem lesz ismétlés, egy olyan online webináromra, ahol megmutatom, hogy mi az az 5 legtöbbet elkövetett, legsúlyosabb üzleti hiba magyar vállalkozók körében, amelyek rengeteg idejükben, rengeteg pénzükbe kerül, és a családjuknak és saját maguknak is fantasztikus mélységű frusztrációt okoz. Gyere, ott fogsz kapni olyan tippeket, trükköket, taktikai elemeket, amelyeket, hogy gyorsan tudsz adaptálni, akkor 2018 a legjobb üzleti éved lesz, hiszen még rengeteg idő van hátra. Szóval nincs más dolgod, mint gyere, legyél ott augusztus 9-én, regisztrálj a pia.hu/webinár linken. Várunk további tippekkel, taktikai ötletekkel.